február 1-től megkezdi működését a Vasadi bölcsöde. A beiratás és a jelentkezés rendjéről, illetve a környező településekkel való együttműködésről is megkérdeztük az intézmény megbízott vezetőjét. Remélhetőleg február 1-től megnyílik a bölcsöde, és várjuk majd a gyermekek, illetve a szülők által beiratott gyermekeknek a jelentkezését. Jövő héttől már meg lesz hirdetve a Vasadközség honlapján, hogy mely napokon lehet a gyerekeket beiratni, és megállapodási szerződést kötött az önkormányzat Cséfaraszt, Nyáregyháza, Monori Erdő, Monor, Gomba, Bénye, Káva községekkel, és ezekről a településekről is várjuk a gyermekek beiratását, és természetesen Vasadról. Hol lehet jelentkezni? Honlapon olvasható lesz, itt nálam az óvodában lehet majd beiratni a gyerekeket. Mi szükséges a tényleges nyitáshoz? A Magyar Államkincstártól a törzskönyvi bejegyzést már megkaptuk. A működési engedélyhez már csak az építési hatóság használatba vételi engedélyére várunk. Felszereltségileg minden megvan? Igen, minden felszerelés és eszköz megvan, és a gyerekek beiratására várunk, hogy jelentkezzenek.